Vátaszéken kívül további három település, Alsónyék, Alsónána és Sádbri is közigazgatási és igazgatási feladatait látja el a közös hivatal. A működés költsége a tervezet szerint az idei költségvetésben 208 millió forintot tesz ki, ami magasabb, mint az elmúlt esztendőben volt. Mindez azt jelenti, hogy a társult önkormányzatoknak mélyebben a zsebükbe kell nyúlnia. Elkezdtük az önkormányzat 2022 évi költségvetésének összeállítását, és az különböző elemekből áll. Társulások költségvetéséből, az önkormányzat működéséből, városüzemeltetésből, és egy igen komoly szegmense a költségvetésnek gyakorlatilag a közös önkormányzati hivatalnak a működtetése és fenntartása. Ugye Bátaszéken kívül még három település közigazgatási és önkormányzati igazgatási feladatait látja el a közös önkormányzati hivatal, Alsónyék, Alsónán és Sárpés települések. Velük folyamatosan egyeztettük a költségvetésnek az alakulását, és az egyeztetések alapján elfogadásra került a közös önkormányzati hivatal mintegy 208 millió forintos költségvetése. Ennek legnagyobb szegmensét természetesen a bér és bérjellegű kiadások teszik ki, hiszen 30 főt foglalkoztatunk a hivatalon belül. A tavalyi évhez képest bér tekintetében olyan változást hagytunk jóvá, hogy a garantált bérminimum emelkedéséből eredő mintegy bruttó 40 ezer forintot a hivatal valamennyi köztisztviselője számára biztosítják majd az önkormányzatok. Ez összességében mintegy ilyen 150 millió forintos költséget fog jelenteni a 208-ból. Az állami támogatás mértéke az elmúlt évhez képest csökkent, így az önkormányzatokra jelentősebb terhet ró a működtetés. Abban is konszenzus született, hogy a társtelepülések egy kicsit nagyobb részt vállalnak a hivatalnak a fenntartási költségeiből. Korábban például Alsónán és Alsónyék 700-700 ezer forinttal járult hozzá, 2022-ben ez 2 millió forint lesz. Sárpilis esetében pedig ez az összeg most 1,5 millió forint, amelyet biztosítanak majd a hivatalnak a működtetéséhez. Természetesen Bátaszék város önkormányzat hozzájárulása is nő, a tavalyi évhez képest mintegy 6,8 millió forinttal. Ez az összeg, ez elegendő arra, hogy reményeink szerint meg tudjuk tartani a kollégáinkat, és továbbiakban is azt a, mi egy kicsit elfogultak vagyunk, véleményünk szerint jó és bizonyos helyeken magas színvonalú közigazgatási munkát tudjuk biztosítani, mind a lakosság számára, mind pedig az önkormányzatok számára. A magasan képzett közigazgatási szakemberek iránt folyamatos a kereslet a munkaerőpiacon. Éppen ezért az önkormányzat megpróbál versenyképes maradni a bérharcban. Nagyjából 4 éve folytatunk egy folyamatos bérfejlesztési programot a hivatalon belül annak érdekében, hogy hát ha nem is teljes egészében versenyképesek legyünk, de felzárkozzunk a piac által nyújtott lehetőségekhez, és hát amellett, hogy helyben vagyunk, bizonyos kafetéria juttatásokat is tudunk biztosítani a kollégák számára, és a béreket egy kicsit tudtuk felzárkóztatni a piachoz. Ezzel a hármas hatással azt gondolom, hogy sikerült most már stabilizálnunk a hivatal munkaerőállományát. Az elmúlt években a hivatal energetikai korszerűsítésében történtek már lépések. Az idei esztendőben a fejlesztési tervben az informatikai rendszer korszerűsítése szerepel, mondta Bozsodik Róbert polgármester.